Ez a Pulse 360 zenecsatorna, szevasztok, én Jurásek Balázs vagyok, és itt van velem újfent Halász Feri, a depresszió frontembere, szevasz! Na, az a helyzet, hogy a 9-es bűvöletében született meg a tavalyi lemezetek, a Nehéz Szó című album, ami nagyon-nagyon gyorsan bearanyozódott, aztán beplatinult. Igen, nem tudom. Hogy jött ez a 9-es? Ez a te mániád volt? Vagy nem, csak adta magát, hogy volt egy ilyen... tehát azt hiszem, a megjelenési dátumhoz kötődött ez, hogy akkor 2019 9-9, hát mondom, akkor erre kell játszani, akkor az ára is ilyen 999 lett, meg a, tehát 9 dal is lett rajta, de már túlzásnak éreztük volna 9-nek elnevezni, mert egyébként ez a 9. lemeze a zenekarnak. Igazából nem volt ebben semmi a nagyon mögöttes, hogy mi nem tudom mennyire számisztikai kattantak vagyunk, tehát hogy hanem ez egy ilyen érdekes, hogy mondjam, marketing fogás volt, mert nálunk is az van, hogy azzal azért képben vagyunk, hogy amikor elmegyünk egy interjúra, hogy tök jó, nagyon aranyos, hogy megint koncertezünk, meg megint lemezünk lesz, de azért tehát kellene valami érdekeset is mondani, vagy legalábbis a... Van új lemez, jó lett. Egyébként igen, vagy mondhatom, hogy rossz lett, de nyilván nem így érezzük, különben meg se csinálnánk. Az elmondható, hogy valóban a legtöbb munkát ebbe a lemezbe fektettük, és úgy tűnik, hogy ez a közönség számára is lejött. Mondom, ez a lemezünk lett a leggyorsabban platina lemez. Igazából az volt, hogy amikor volt a decemberi szintén elővételbe telt házas lemez, bemutatónk a Barba Negrába, akkor mi úgy tudtuk, hogy ott jön majd a kiadónk, és valószínűleg átad egy aranylemezt, és nem ehhez képest ott a színpadon szembesültem rá, hogy nem, ez már egy platina lemez, tehát hogy ez egy ilyen aranyos gesztus volt a kiadónk részéről, hogy ezt így közölték velünk. És hát most egy kicsit ugye megvagyunk ezzel a kérdéssel lőve, mert tulajdonképpen ez a lemez, tudtunk mondjuk egy őszi szakaszt turnézni vele, de hát most egy kicsit kihűl a lemez. Mire? Most lett volna a tavaszi kör elvileg. Hát meg a nyári ugye ezzel kapcsolatban, és hát ugye kicsit meg vagyunk ezzel lőve, de mondjuk nem gondoljuk, hogy ettől még elvesznek a dalok vagy valami, csak nyilván más stratégiát kell most a lemez bemutatásra kitalálnunk. Ti amúgy is sokat foglalkoztak így a közösségi médiával, te csináltad nagyon sokáig a zenek, vagy még mindig mint menedzser is működsz, mert nagyon sokáig ez a te feladatod volt. Igen, annyi változott most, hogy pont egyébként erre az évre, hiszen a 20 éves jubileum turnéra egy elég nagy szabású turnéval készültünk, és itt a koncertszervező.hu ügynökséggel összefogva, ugye, tehát tulajdonképpen ők végzik már a zenekarnak ezt a munkáit, de nyilván háttérmunkákban én is azóta is bedolgozom, hiszen ez a depresszió azért lehet mondani, hogy az én szerelem gyerekem, és akkor tulajdonképpen azért nem tudom teljes mértékben elengedni, mert nem is szeretném elengedni a kezét, de nyilván azért sok olyan feladat van, amit ugye egymagamban nem tudok elvinni, úgyhogy van erre segítség tulajdonképpen. Amikor klippeket csináltok, a koncepciót, azt mindig közösen találjátok ki, vagy ez is a te agyszüleményed? Közösen, abszolút Tokai, jellemzően általában Tokai Petivel a Pixel filmmel szoktunk dolgozni, és akkor az van, hogy te figyelj, van egy ilyen ötletem, nem tudom, megrágjuk közösen a zenekarra, ebből mit lehet, meg nyilván azért, hát ugye azt is figyelembe kell venni, hogy mik a hazai videoklipgyártásnak a pénzügyi realitásai, tehát hogy mondjuk itt egy csomó olyan koncepciónk volt, hogy hű, de jó lenne ezt csinálni. Igen, és akkor mondták, hogy hát figyelj, Magyarországon annyiból nagy játékfilmet forgatnak, tehát hogy akkor az úgy nem. De nyilván ez is egy olyan kreatív munka, amit szeretünk, vagy egy ilyen, nem tudom, egy ilyen hobbi nekem, van egy ilyen hobbi érdeklődésem a filmezés vagy filmkészítés irányába, nyilván ez teljesen amatőr szinten. De jól esik ezt a fajta érdeklődésemet is kiélni egy-egy videóklip kapcsán, hogy akkor hogy rögzítünk, mi hogy néz ki, mivel rögzítünk. Például az egyik legutóbbi, az embernek maradni, azt hol csináltátok, mert én nem ismertem fel a helyszínt, ez az valami a... kupola, nem tudom, Igen. Fú, meg nem mondom most a nevet, hogy melyik csarnok volt, ez itt egyébként a belvárosban van, a Blaha környékén van. Ez egy régi vásárcsarnok, csak most hirtelen nem tudom megmondani a nevét neked, de utána lehet nézni, és pont egy ilyen valamelyik oldalon megjelent, amikor helyszínt kerestünk, hogy itt áll ez a csarnok már 20 vagy 30 éve, ez a vásárcsarnok tulajdonképpen, vagy ez a régi bevásárlóközpont teljesen üresen, meg ránéztünk, és tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen apokalipszis utáni ízék, képek, meg minden, mondtuk, hogy ez kell nekünk, és akkor Petiék gyorsan leszervezték, és tökre jó volt ott forgatni. Mondjuk a
környékbeli lakók nem annyira örültek neki, tehát hogy... Hát mert azért megtoltátok nyilván a hangerőt ott is. Kénytelenek vagyunk, tehát hogy még egy videoklip esetében se tudunk halkak lenni, úgyhogy ez van. A legemlékezetesebb melyik volt ilyen klipforgatások közül, vagy esetleg a legnehezebb? Hát volt sok, ami nagyon emberpróbáló volt. Kezdeném a sort, például mondjuk a Még egyszernek a videoklipével, mert ott tulajdonképpen mi ott ilyen foszforeszkáló drótokkal vagyunk bekötve, ez például úgy nézett ki, hogy reggel bekötöttek minket, és onnantól kezdve semmi, tehát hogy 12 órán keresztül oda voltunk kötve, tehát se pisi, se semmi, tehát hogy ha bármi kellett, akkor szólni. És akkor majd legközelebb csináljunk egyet a kőbányában. Igen, de hát volt az Itt bennek a videoklipje, amit konkrétan egy mozgó autóbuszon forgattunk, na most szerintem mindenki tudja, hogy milyen, hogyha nem kapaszkodik, hanem mondjuk például mondjuk még gitároznia kellene közben, mondjuk egy autóbuszon áldigálni, tehát hogyha megindul alatta, az egy érdekes forgatás volt. Tálestenek hangszerek nem sérültek, de azért mi pászom, mondjuk elperegtünk így a csuklós buszon, tehát hogy lényegében ez volt. De hát voltak még nyűgös, hát a Nincs jobb kort, meg kimentünk és mínusz 15 fokba éjszaka forgattuk, tehát hogy az meg kegyetlen volt. Tehát hogy volt egy-kettő ilyen. Nagyjából elviszi nyilván az időd nagy százalékát a zenekarra való foglalkozás. De mit csinálsz, amikor nem? Amikor nem zenélsz? Hát, mivel tudsz kikapcsolódni? Vagy zenével? Van, aki zenével kapcsolódik ki, aki zenész, hát, és még persze, azon kívül is. Nyilván ez nekünk hivatás, tehát ugye egyben ugye hobbink is. De azért igyekszem eltenni, egyébként teljesen általános. Tehát ebből a szempontból nem nagyon lógok ki a sorba, tehát mint nem filmet nézek, elmegyek moziba, barátokkal vacsorázni, akármi. Tehát én nincsenek olyan nagyon extra hobbiaim, vagy ilyen nagyon extra dolgok. Eléggé kitölti az időmet egyébként a zenekarozás. Amikor eljön az banda életében az, hogy na, akkor ezzel fogunk foglalkozni hivatásszerűen. Van, aki esetleg elgondolkodott a bandából, hogy na, ezt lehet, hogy nem merem vállalni, ez túlságosan rizikós. Ez egy konstans érzet a zenekarban. Önmagában nyilván ez is egy elég forrás biztosítani a számunkra, de egyébként az is jó, hogy a többieknek kell is az, hogy kicsit más területen is dolgozzanak, mint ahogy például nekem is kell, hogy koncertszervezéssel foglalkozzak, hogy valami másban is tudjak mozogni. De igazából szerintem ezt csak fanatikusan lehet csinálni, vagy hát legalábbis a mi számunkra biztosan az az út, hogy így egyrészt meg is van az a kényszer, hogy az ember folyamatosan azzal foglalkozzon, meg folyamatosan építgesse, meg következetesen csinálja a zenekarnak a dolgait. Meg a másik számomra ez ilyen vagy-vagy dolog. Tehát az igazság, hogy már azért eléggé felégettük magunk mögött azokat a hídakat, hogy innentől hirtelen egy is szomránk. Most már alig, ha fognak fölvenni egy irodába, nem? Hát figyelj, még előfordulhat. Nem mondom, hogy nem lehet, hogy nem lesz rá szükség, pláne, hogyha még elhúzódik ez a pandémia, hogy nem tudom, érted, mit csináljak. De hát szóval jelenleg nyilván nincsen B-terv, vagy számunkra nem volt sosem. Tekintsünk el a jelen helyzettől, ha minden összejön és minden frankon klappol, egészségügyi szempontból is, vagy helyzeti szempontból, akkor mire számíthatunk a depressziótól a közeljövőben? Hát ugye a közeljövőben ugye az a terv, hogy most akkor ne is a nyárról beszéljünk, de inkább beszéljünk az őszi szezonról. Eredetileg ide egy 20 éves jubilámi turnét, egy elég nagyszabású jubilámi turnét terveztünk. Az, hogy ez meg tud-e valósulni, vagy milyen körülmények között, ez most eléggé kérdőjeles. Ugye ez nyilván ez kiadvány is készül hozzá új dalokkal, régi dalok újra játszott verzióival. Abban maradtunk magunkkal, hogy nem szeretjük ezt elhúzni, meg hogyha valaki magára azt mondja, még egy fél évvel, meg évvel később is, hogyha nem tudom, már ilyen jubilamon van, még mindig, mert bejött az előző, de szerintem ez most mindenki számára egy érthető helyzet. Előfordulhat az, hogy egy ilyen 20+1-es, tehát ilyen 19-re alapot kérünk turné lesz belőle, és akkor jövő évre fogjuk megvalósítani mind a kiadványt, mint a jubilámi koncerteket, idén meg amilyen lehetőségünk van klub körülmények között, azokat a koncerteket megvalósítjuk, de még egyelőre mi sem látunk tovább. De ha lehet, akkor nyilván szeretnénk mi is azt, hogy még itt a 20-as évben rendes nagy bulikat végre megcsinálni, ha nem, akkor mondom, jövőre bízunk benne, hogy jövőre már helyreállnak a dolgok, és azt lehet csinálni. Én arra gondolok, hogy ha a Judas Priest megteheti, hogy 51-nél csinálja az 50-est, akkor a depresszió is megteheti, hogy 21-nél csinálja a 20-ast. Igen. Halász Feri, köszönjük szépen, hogy én itt voltál köszönöm. Velünk. Várunk vissza majd legközelebb is, és én ezt a számot választom az embernek maradni, mert ez nekem a videoklip miatt is nagyon bejön. Depresszió, Halász Feri, ti meg iratkozzatok fel a Pulse 360 mindenféle csatornájára, YouTube, Facebook, Instagram, és nézzétek a pulse360.hu-t is. Feri, köszi szépen! Köszönöm szépen!